Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám. És ilyenkor boldogság lemenni a piacra, mert hogy minden tele van friss zöldséggel, gyümölcsel, és megjelent már a héja zöld borsó is, ami azért egy csodálatos dolog. És miután 400 forint volt egy kiló, gyorsan vásároltam belőle. Úgy lehet egyébként kalkulálni, hogy nagyjából fele a veszteség, tehát fele a hely, fele az, ami jön belőle borsó. Na, de a lényeg, úgy döntöttem, hogy főzök egy jó kis zöld borsó pörköltet, mondjuk egy natúrszűz pecsenyével. Mutatom is. Tehát végül én 1 kg 60 deka borsót vásároltam, és ezt kifejtettem, és 82 deka lett, itt van már kifejtve, átöblítve hideg vízzel. És ellentétben itt azzal, ami a szokás, ugye, hogy mindent mindig rögvest kidobunk, ennek a zöldborsónak, ha megkóstolják így natúron, töményen zöldborsó íze van, édes, finom íze van. Úgyhogy én ebből főzök egy alaplevet, és ezzel fogom fölengedni majd a zöldborsó pörköltemet. És ebbe az alaplébe én már beletettem azt, amit majd használok. Ugye kerül a pörköltbe paprika, ezért a paprika csumáját már beledobtam. Kerül bele vöröshagyma, ment bele tehát a vöröshagyma héja, kerül bele fokhagyma, itt a fokhagymának a héja is, és valahová beledobáltam a petrezselyem szárat, mert hogy kerül nekünk bele petrezselyem is. Tehát semmi nem megy veszendőbe, ez azért sok íz, amit én sajnálnék kidobni. Ebbe az egészbe teszek rögvest, kezdésképp mondjuk egy ilyen, hát egy két kis kanál sót, így. A víz egyébként nem lehet több, hát mondjuk egy ilyen liternyi, másfél liternyi, de valójában ugye nem, tehát itt nincs szerep annak, hogy kimérjük a folyadékot. És ez lesz nekem az alaplé, amit már teszek is föl főni. Amíg az alaplé fő, addig van időnk szépen előkészíteni mindent. Ez egy 60 dekás szűzpecsenye volt. Itt a végén is van egy pici ilyen hártyás rész, azt ledobom róla, ez megy természetesen az alaplébe, és a tetején végighúzódó fehér hártyát, ezt is lekapom, és ez is erősíti majd nekem az alaplevemet. Aki vegetárius, értelemszerűen ezzel nem kell foglalkoznia, tehát a zöldborsó pörkölt enélkül is zöldborsó pörkölt lesz, sőt, hát ha valaki alaplevet sem fősz hozzá, nyilván úgyis elkészíthető, de így azért egy fokkal módosabb. Ennyi pici hártya lejött, ez már megy is akkor az alaplébe. A húsból kis érméket vágunk. Itt a végén ezt viszonylag nehéz, hiszen itt ilyen hegyes vége van. Én úgy szoktam, hogy egy picit így lapjában bevágok, kihajtom, kvázi itt vágok a végén egy ilyen nyitott szeletet, és akkor ő megvan, a többit az pedig egészen a végéig már tudom így kényelmesen szeletelni. Egyéb iránt nem tudom, mondtam-e ezt az elején, ez egy 60 dekás szűzpecsenye volt, tehát ez egy 4 fős adagra tökéletes. Szándékoltan ilyen vékony kis szeletkéket vágok. Amikor eljutottam ide a végére, az úgynevezett fej részhez, akkor így szintén csak bevágom, és kihajtom, és akkor ő is egy ilyen nyitott szelet lesz, kész. Annyi a feladat, hogy most a szeleteket egy kicsit kiklopfolom. Ezeket enyhén megsózom, megborsozom, egyéb iránt 18 ilyen nagyon pici kis falatka lett belőle, de ez tökéletes. Jó, megfordítom a másik oldalukat is, fűszerezem. Éppen úgy, mint a többi pörkölt esetében, hagymát vágunk. Ez itt nekem most két ilyen, hát inkább közepes fej volt, 20 deka. Tehát ezt jó apróra vágom, azután következik a fokhagyma, a paprika és a paradicsom, és egy csokor petrezselyem. 3 gereszt fokhagymát pépesre zúzok, szokás szerint ezt a kés fokával teszem. Egy szép nagy
tévépaprikát, ilyen fél centis kockákra vágok, max. 1 centisre. Ugye azt szeretném majd, hogy szétfőjön a pörkölt szaftomban, ezért praktikus, jó apróra vágni. Ez itt két kisebb paradicsom, ez szintén a paprikához hasonlóan apróra vágom. És az utolsó előkészíteni való, fölaprítom a petrezselymet. Azután pedig irány a tűzhely. Lábasban 3 evőkanál olajat megforrósítok, és rádobom a hagymát. Aki gondolja, természetesen használhat zsírt is. A hagymára rögtön teszek egy fél kis kanálnyi sót, mert szokás szerint az a cél, hogy jól szétmenjen, és a só ebben segít. Tehát nem feltétlenül akarom én ezt, hogy így nagyon megpiruljon. Kicsit szeretném, ha megkapatnám, de ennyi. 3-4 perc elteltével mehet hozzá a hagymához a fokhagyma, és 1 percig így kevergetve együtt pirítom tovább. Következik a paprika, és újabb 1-2 perc pirítás. Jöjjön egy evőkanálnyi piros paprika, így elkeverem, és már is ráöntök az alapléből egy ilyen kisebb merőkanálnyit, vagy akár 2. Egyéb iránt, ha valaki így megkóstolja ezt az alaplevet, akkor ezentúl nem lesz rest megfőzni. Egyszerűen pompás íze van, hiszen ez a sok zöldség héj tulajdonképpen kiadja az ízét, és hát kár lenne csak vízzel főzni, amikor nem áll semmiből, hogy most földobunk egy alaplevet. Mondok néhány alternatív fűszert. Egy kevés őrölt kömény. Nem kötelező, de én szeretem benne. Egy csapott kiskanálnyi majorána. Abszolút tetszőleges fűszer. Én szeretem benne, nem jár az alapba. Abszolút alternatív, de én szeretem, ha van benne. Hozzáadom a paradicsomot is. Így. És fönt van nekem a pörkölt alapom, aminél hát az a cél, hogy ezt egy kicsit sűrűre kell főzni, erre hagyni kell egy negyed órát tutira, vagy inkább 20 percet, mert a zöld borsó az pedig nagyon-nagyon hamar meg fog főni. Egy kevés bors, de egyébként az is jó, ha egész borsot teszünk az alaplébe, és úgy főzzük, tehát úgy kerül bele a bors. És ha már pörkölt, alternatív, egy pici csípős piros arany, de még egyszer nem kötelező. Megkóstoltam, egy kicsi sónak hiány van, azt most pótolom. És akkor egy 15 perc, hogy egy jó sűrű szaftom legyen. Ahogy kezdi elfőni a levét itt a pörkölt szaft, mindig egy kevés alaplével etetem. Eltelt 15 perc, most habverővel egy nagyon picit összetöröm ezt a pörkölt szaftot. Nem feltétlen kell ennek teljesen simának lenni, szerintem ez így pont meg is fog felelni nekünk. És mehet is hozzá a zöld borsó. Annyi alaplével öntöm föl, hogy szinte ellepje nekem a borsót. És gyakorlatilag ennyi. De itt kétféleképpen mehetünk tovább. Ha valaki lisztérzékeny, akkor itt már egy lépést ne tegyen, még maximum egy pici alaplé, így. És így főzze puhára a borsot, és kész a zöld borsó pörkölt. Én azt szeretem, ha egy nagyon picit ennek van tartása. És ezért én ki fogok keverni egy pupozott kiskanálnyi lisztet
két deci vízzel, vagy csak egy decivel, és azzal fogom majd sűríteni a levét, de ezt már csak akkor, amikor puhára főtt a zöld borsó. Érzésem szerint ennél, miután ez friss zsenge borsó, ez maximum 10 perc. Közben már beledobom a petrezselymet, megkóstoltam, szükségem van még egy csapott kis kanál sóra, még egy picit megborsozom. Tévedtem, még 10 perc se kellett, ez ilyen 7-8 perc volt, és már teljesen puha a borsó, úgyhogy egy keveset kimerek a levéből. Ugye én elkészítettem azt a pici habarást, amit mondtam, hogy én szeretek benne, már megy is hozzá. 2 percig forralom, és gyakorlatilag nekem így lesz kész a zöldborsó pörköltem. Szeretném megmutatni, tehát tényleg csak egy minimális lisztet kapott, de mégis olyan szaftja van, mint egy hagyományos pörköltnek. Tehát ha valaki vega, akkor mondjuk készít hozzá egy kis galuskát, és tökéletes ebédje van. Egyetlen percig forralom, hogy ne maradjon lisztizű, azután mehet fel a serpenyő a tűzhelyre, és oldalanként egy-egy perc alatt megsütöm a szűzpecsenyét, azután tálalás. A serpenyőbe megszokásból beleöntöttem 3 evőkanál olajat, de gyorsan ki is öntöttem belőle, hiszen sokkal jobban fel tudom forrósítani a serpenyőt akkor, ha nincsen benne zsiradék. És itt nagyon vékony húsról van szó, fontos az, hogy hirtelen kapja a sütést, hirtelen kapja a hőt, tehát maradjunk annyiban, hogy a serpenyőt föltesszük a tűzre, és zsiradék nélkül hevítjük legalább egy másfél percig. Akkor kerül bele a zsiradék, és úgy a hús. Füstöl a serpenyő, mehet bele az olaj, így. Egy percig forrósítjuk, és azután mehet bele a hús. Jó, indulhat a sütés. Onnan lehet látni, hogy melyik hús került bele elsőnek, hogy a tetején is kezd kifehéredni. Így. Ezeket már fordíthatom is meg. Letelt az oldalanként egy perc, már veszem is ki. Elérkezett a tálalás pillanata. Mindenképpen egy kicsit mélyebb tányért válasszunk, hiszen ha jól dolgoztunk, akkor ez egy szaftos, zöldborsó pörkölt, ami alulra került. Erre ugye helyezzünk rá 4 szelet szűzpecsenyét. Így lett kalkulálva. És akinek szimpatikus volt a zöldborsó pörkölt elkészítése, natur szűzpecsenyével vagy szűzfalatokkal, kérem nyomjon a videóra egy lájkot. Aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt gondolom mindenképpen tegye meg, hiszen most már több mint 310 kipróbált videóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, minden jót kívánok szíves mindannyiuknak!